Michael J. Sullivan, Ráírja, a kezdetek, első könyv, a koronatorony, 20. fejezet, Tollas Tom. Először a kutyák csaholását és ugatását hallották meg, aztán az őket követő emberek kiáltozását és a csizmák dobogását. Hadriannal és Tollas Tom feleségével, fiával a hátsó szobában rejtőzködve Royce beszélgetés foszlányait kapta el. A katonák kényelmes tempóban közeledtek az ajtóhoz. Nyomorult népség, birkatartók, a lányaik meg olyanok, mint mindig meg kell mosdatni őket. De úgyse lehet levakarni a birkabűzt. Nem nagyon. Marra, minek is vakarnád le? Röhögés. A tanyasi ház három szobája a kémény és a nyitott tűzhely köré épült, amely fűtötte és megvilágította a helyiségeket. Négyen összegyűltek az egyikben, amelyikben egy fekhelyül szolgáló, nagy szalmazsákon kívül nem sok egyéb volt, miközben Tom odakint maradt a főhelyiségben. Bár mindannyian lélegzet visszafojtva vártak, mégis megrémültek, amikor kívülről megzörgették az ajtót. Royce hallotta, amint az ajtó kinyílt, ugyanis a kinti beszélgetés többé nem Tompán szólt. – Ki vagy te? – kérdezte egy parancsoló hang. – Tollas Tom. – Tollas! – röhögött valaki a csapatból. Mert olyan pillekönnyű, jegyezte meg egy másik. Két embert keresünk, tolvajok, sebesültek. Az egyik ekkora lehet, mint én, a másik kisebb. Ti vagytok az egyedüli idegenek, akiket jó ideje láttam. Royce hallotta, hogy az ajtó neki csapódik a kőfalnak. Nem vagyunk idegenek, mi vagyunk az egyházad, az ott kint, Sir Holvin, a szérett lovagok rendjéből. Csend. A kutyáink szerint a tolvajok errefelé jöttek. Akkor a kutyák tévednek. Nem hiszem. Lábak csoszogtak, és Royce hallotta, hogy valaki eltolja az asztalt. Ez az én otthonom, nem lehet csak úgy. El az utamból, te nyomorult birkapásztor. Nincs jogotok. Egy hördülés következett, valaki a földre esett, és egy kard ugrott ki a hüvelyéből. Royce már azelőtt látta Hadrian szemén, hogy mit tervez, hogy a kardforgató megmoccant volna. A tolvaj gyorsan tanult, főleg ha az emberek viselkedéséről volt szó, és Hadrian nem lehetett túl titokzatosnak nevezni. A fickó kész lett volna megöletni magát, amennyiben mások megsegítéséről volt szó. Nem akarta leállítani, mert ezúttal mindegy volt. Miután a lovagok megölik Tomot, úgy is bejönnek a helyiségbe, csak hogy mivel egy szempillantással hamarabb kitalálta, mit tervez a másik, követhette Hadriánt. A főhelyiségbe belépve meglátta a földön fekvő gazdát. Egy szék felborult, két bőrbe és sisakba öltözött ember állt őrt az ajtónál. Egy láncinges Tom fölött állt, éppen a kardját húzta kifelé, szemét az elesetten tartva, ajkával gúnyos vigyort formázva. Megharagudott a pimasz szántóvetőre, aki merészelt ellent mondani neki. A katona nem viselt sisakot, oldalvást állt a hálóteremnek, a fejét enyhén elfordítva, amitől kilátszott a nyaka. Hadrian még három lépésre volt, amikor Royce elhajította az Alverstont. A tőr röptében fordult egy felet, majd beékelődött a fickó torkába. A férfi gurgulázva és olyan fémes csörgéssel zuhant el, mint a valaki elejtett volna egy rongyokkal megtömött vasedényt. Royce-ot leginkább Hadrian viselkedése lepte meg. Ugyanabban az iramban, anélkül, hogy meglepődne vagy megtorpanna, a vitéz átlépett a katonán, és egyenesen az ajtónál állókra támadott. Egyiknek sem maradt ideje kivonni a vasat, és Hadrian óriási pallosa egyetlen lendítéssel elválasztotta a közelebbi fickó fejét a nyakától. Royce-ot lenyűgözte, hogy a csapás jobbról balra történt, így a suhintás végén a kardhegye éppen a másik katona felé állt. Egy gyors döfés elég volt, és a kardforgató már végzett is. Ezek szerint csatában legalább három mozdulattal előre gondolkodott. Tom felesége a következő szempillantásban beesett a szobába és felsikoltott. – Az ajtót! – kiáltott fel Royce. Odakint a csapat többi tagja a ház felé indult, de Hadriannak sikerült bevágni az ajtót és a fagerendát a helyére tolni, amivel el is reteszelte azt. A következő pillanatban dörömbölés kezdődött, és az ajtó megrázkódott. – Most mi lesz? – kérdezte Hadrian, miközben mindenki az ajtónyílásra merett. – Eljött a pillanat, amikor arra emlékeztetlek, hogy igazam volt – felelte Royce. – A toronyban kellett volna hagynod. Kirántotta a tőrét a katona nyakából, és letörölte. Amint Hadrian meggyőződött róla, hogy az ajtó kitart egy darabig, visszacsúsztatta a pallost a hüvelyébe, és felkapta a katonák két kardját.
A gazda felesége a holttestekre meredve magához szorította a fiát. Tom felkelt, és odament hozzájuk. Összeölelkeztek, és a nő a férje melkasához bújva pityergett. Hobart, bicsem! Kiáltotta valaki odakintről, és továbbra is ütlejelték az ajtót. Innen csak egy úton jutunk ki, mondta Royce. Mindegy is, felelte Adrián. Ezek a fickók értenek a dolgukhoz. Körbevették a helyet. Egy másik ajtó vagy ablak, csak megkönnyíteni a dolgukat, mert azt is biztosítanunk kellene. Igazából az a szerencsék, hogy csak két ilyen van. Kettő. Az ajtó és a tető. Royce felpillantott a gerendákra, amelyeket deszka és nádborítás fedett. Gondolod, hogy ránk gyújtják? Ha nem esne az eső. Az eső sem tart örökké. Nem, valóban nem. Az ajtónál abba maradt a dörömbölés. Szép ajtó, dicsérte Royce. Köszönöm, felelte Tom, tölgyből van. Gondolom, odakint az istállóban, vagy a sufniban tartasz fejszét. Tom a fiára pillantott, aki az apja helyett felelt. Behoztam őket a házba az eső miatt, apus nem szereti, ha a fejek megrózsdásodnak. Talán náluk is van, vélte a vitéz. A járőr kincstári felszerelése a fejsze, a vödör és lapát. Ezt az ajtót nem törik be egy hamar. A fa olyan kemény, akár a kő. Én három fűrészt csorbítottam ki rajta. Most, hogy a katonák már nem verték az ajtót, Royce kikémlelt a repedéseken át. Négy ember állt odakint, meg a lovag, aki továbbra sem szállt le a nyerekből. További néhány járőr áldogált mögöttük, a többit nem látta. Halkan társalogtak. Kár, hogy a lovagot nem tudtuk elkapni, szólalt meg Hadrián. Minden bizonnyal ő az egyetlen, aki odakint tartja a többieket. A tolvaj leült az asztal mellé, megint elszédült, és a hányinger is visszatért. Túl sokat evett, és túl gyorsan. Akkor mit tehetnek? Keresnek valamit, amivel ránk törik az ajtót? Rákötnek valamit, és a lóval kihúzatják? Felmásznak a tetőre, és átvágják magukat? Vagy egyszerűen megvárják az eső végét, és alánk gyújtanak? Vagy az égvilágon semmit sem tesznek? Az idő nekik dolgozik. Minden bizonnyal már elküldtek egy lovast a hírrel, hogy a kutyák sarokba szorítottak. Pontosan, értett egyet Hadrián. A rangok zúgásából ítélve néhány órán belül kisebb hadsereg lesz odakint. Előbb vagy utóbb lépnünk kell valamit. Mit? Hadrián úgy fordította a fejét az ajtó felé, mint aki átlát rajta. Meg kell szereznünk azt a lovat, anélkül nem remélhetjük, hogy elmenekülünk. Ha sikerül végezni a lovaggal, és fel tudunk ülni a lóra, van esélyünk elszerelni. Úgy hiszem, körülbelül 9 ember van odakint, 9 katona, némelyik íjakkal, és egy felvértezett lovag lóháton. Mégis mit akarsz tenni? Kitárad az ajtót és lerohanod őket? Te, a sebesült lábaddal, én meg egy lyukkal a hasamon. Van más választásunk? Royce erre nem tudott mit mondani. Akkor megvárjuk őket itt ücsörögve, akár kimegyünk oda, így is úgy is megölnek, nem számít. De ha csak ülünk itt, az eső eláll, és ezeknek az embereknek az otthonát is leégetik. Talán még ki is végzik őket. Ők semmi rosszat nem tettek. Enni adtak, ne feledd. Ha lerohanjuk a katonákat, mi biztosan meghalunk, de ez a család megúszza. Mi hasznunk lesz abból? Hadd fogalmazzak másképp. Ülhetünk itt és hagyjuk, hogy kifüstöljenek, vagy megpróbálhatunk néhányat magunkkal vinni a más világra. Royce fanyarul elmosődött. Így már jobban hangzik. A karforgató lehajolt és megfordította a lánc ingest. Elég nagynak néz ki, mondta, és nekilátott a halott fején keresztül lehúzni a lánc inget. Mellesleg gratulálok a szép dobáshoz, nem is tudtam, hogy ehhez is értesz. Tele vagyok meglepetésekkel. Héti ott ben, jött egy kiáltás az ajtó túloldaláról. Erbanon és Sir Holvin beszél hozzátok, a széretrend lovagja. Dobjátok el a fegyvert és gyertek ki, Novron urunk és a Nefronita egyház nevében le vagytok tartóztatva. Royce Hadriánra sandított, aztán a még mindig összeülelkező, megrettent családra. Megcsóválta a fejét, felsóhajtott, aztán feltápászkodott. Velünk van egy család, egy gazda, a felesége és a fiú. Kést tartok a férfi torkához. Ha még egyszer megpróbáltok betörni, elvágjuk a torkukat. Hallottad? Nem nyerhettek, nincs hová mennetek. Ha most kijöttök, ígérem, hogy élve a bíróság elé állhattok. Komolyan mondtam, megölöm ezeket az embereket, ordította Royce. A tolvaj szembefordult a társával, és halkan azt rúgta. Most boldog vagy? Hadrián visszamosolygott és bólintott.
Tom aggódó arcot vágott, az asszony a halálra várta, roskadozott mellette. Nyugalom, intette őket Hadrián, csak azért mondta, hogy ne higgyék azt, nekünk segédkeztek. Ölje csak, felelt a lovag, nekem mindegy, de minél hosszabb ideig várattok az esőben, annál rosszabb lesz nektek. Royce észrevette a nő arcán a döbbenetet. Én ugyanezt mondtam volna, nyugtatta, de hatástalanul. Adjátok meg magatokat, kiáltotta a lovag. Bízzatok Novromban. Ez a fickó mennyire vicces, ült vissza az asztalhoz Royce. Ha öngyilkos kitörésre készültek, először ki akarta pihenni magát. A kardforgató a nyakára húzta a láncinget. Egy darabig küszködött vele, aztán levette. Túl kicsi, kéred? A saját súlyomat is alig bírom. Kivéthet egy nyilat. Nélküle könnyebben kikerülöm őket. Kikerülöd a nyilakat? Néha. Tényleg tele vagy meglepetésekkel? Azért nem csak azt csinálom étnappal látéve. Hadrián a hátára vette a pallost, és felkapta a két kardot, érezve a súlyukat. Hiányoznak a sajátjaim, ezek borzasztó rosszak. Készen állsz? Várjatok, szólt a gazda, és kiszakította magát a családja karjai közül. Eltűnt a hátsó helyiségben, aztán újra előkerült, kezében egy hatalmas pajzsal, és egy csak nem vele egy magasságú íjjal. Valamikor íjász voltam Lord Melbury szolgálatában, mellette harcoltam, ő adta ezt a tanyát. Ő lordsága nagyszerű ember, de tegnap egy széret letartóztatta árulás vádjával. Állítólag az egyház igazságszolgáltatása elől menekülő szökevényeknek segített. Gondolom nektek. Ha Lord Melbury úgy gondolta, megéri kiállnia, értetek, akkor nem bestelenítem meg a jó hírét azzal, hogy nem segítek. Mellesleg hallhattátok, mennyire érdekli az egyházat a családom biztonsága. Apus a legjobb céllövő a megyében, dicsekedett a fiú. Tollas Tom, bólintott Hadrián. Tom oda tartotta a nagy, fordított csepp alakú pajzsot. Megállítja a nyilakat, és az egész testet eltakarja. A gazda egy teletegeszt vitt a vállán. Azokkal meg mit akarsz? Érdeklődött Royce. Zephyr és én nyújtunk egy kis segítséget, még egyszer utoljára harcolunk ő lordsága nevében. Royce lehúnyta a szemét, és a tenyerébe ejtette a fejét. Épp most győztem meg őket, hogy nem segédkezel nekünk. Mi azért megyünk ki oda, hogy ne gyújtsák rátok a házat. Ha most nekiállsz lövöldözni, tudni fogják az igazságot. Ha lövöldözök, talán túlélitek. Olyan jól lősz? Kérdezte Hadrián. Zephyrrel eltalálok egy nyulat 200 méterről, és percenként 6 nyilat eresztek belé. Kiváló északi tiszafából készült, ha jól kihúzom, a páncélt is átüti. És ha nem öljük meg mind a 9-et, téged kivégeznek, ellenkezett Royce. Ez az első és utolsó nagy lelkű tettem, ne ronsd el. Igaza van, hagyta rá Hadrián, mi ketten... Royce-ra nézett. Mi ketten csak semmire kellő tolvajok vagyunk, gondolja fiadra. Az öreg lenézett az anyja karjába zárt gyerekre. Éppen azt teszem. Hadd csináljon, amit akar, vélekedett Royce. Most már mindenem fáj, és ha úgyis meghalok, nincs értelme a további szenvedésnek. Legyünk túl rajta. Az ajtóhoz lépett, és kikémlelt rajta. Négyen vannak közvetlenül az ajtó előtt, és a lovag még mindig a paripáján ül. Fogalmam sincs, merre vannak az íjászok. A nyílt támadás nem éppen az erősségem. Kinek van ötlete? Hadrián a karjára vette a pajzsot. Csak elhúzod a pántot, és előre engedsz engem. Szorosan mögöttem maradsz. Amikor ellenállásba ütközünk, én balra nyomulok, te jobbra. Ne foglalkozz a gyalogosokkal, ha nem feltétlenül szükséges. Célozd meg a lovat. Ha sikerül, vágd át a kengyelt, és rásd meg. A lovag a saját súlyánál fogva lefordul. Aztán ragad meg a lovat, bukj le, és a többit vízd rám. Így 5 embert kell megölnöd, nem számolva az íjászokat. Te nem vagy olyan állapotban, hogy harcolj. Mellesleg, ha azt a lovagot leszeded a lóról, a többiekkel nem kell foglalkoznod. Ha megtisztítom a terepet, felpattanunk az állatra is, úgy. Csak azt remélem, az íjászok nem találják el a mozgó célpontot. Kész vagy? Royce Hadriánra pillantott egyenesen a szemébe. Ugye tudod, hogy hamarosan meghalunk? Vetette oda neki Royce, aztán felsóhajtott. Milyen kár, éppen kezdtelek megkedvelni. Kivágódott a házigó ajtaja, és ők ketten kinyomultak az esőbe. A csirkék már elmenekültek, de a tócsák megmaradtak, ahogy a hulló víz dobolása is. Olyan érzés volt, mint a újból fejest ugrottak volna a folyóba. Hadrián előre lontott és rendített, még mielőtt bármelyik katona felúcsúdott, vagy az első nyíl elrepült volna. Sikerült meglepnie a járőrcsapatot.
és miközben a tanyaudvaron várakozó emberek cselekedtek, nem fogták fel a rájuk leselkedő fenyegetést. A katonák úgy szétrebbentek, mint a Royce és Hadrian két ólból kitörő disznó lenne. Az egyik még a kardját sem vonta ki, hanem úgy tartotta a kezét, mint a földre akarná birkózni őket. Ezzel nyitva állt az út az egyetlen irányba, amelyikbe nem gondolták, hogy egy apró sebesült és puszta törrel felfegyverzett emberke elindulhat. Amint Hadrian lesújtott, Royce összeszorított fogakkal a lovak felé vette az irányt. A fájdalom úgy szaladt végig a testén, mint a késsel szurkálnák. Az émeigés meg a szédülés hulláma söpört végig rajta, a félelem azonban talpon tartotta. Átgázolt a pocsolyákon, amelyek barna locsanásaikkal, mint a szembe akartak volna szállni a felülről jövő szürke áradattal. Valami jelzőn mögött Royce feje mellett, mint egy céltudatos darázs. Tényleg ki tudta kerülni a nyilakat, ha csak egy volt belőlük, és látta, hogy az az egy feléje közeledik, de ezúttal az esőben csupán szerencséje volt. Talán a zuhatag éppen annyira összezavarta az íjászok célzó képességét, amennyire a tolvaj látását. Nem kellett messzire futnia. Az egész udvar mindössze néhány lépés hosszú volt, és a lovak pont a közepén ült méltóság teljesen fehér lován. Talpig fénybe öltözve, az egész jelenet fölébe tornyosult, a víz kopogott a vértlemezein, és a lova felhőkben fújta a párát. Magasan a mocsok fölött ült, biztonságban, és nem közösködött a lenti pornéppel. Royce eltűnődött, ezért cselekedette ilyen sokára, mindenki másnál később. Akármit is csinált Hadrian, az elvonta a lovak figyelmét. A rostélye fel volt hajtva, védte a szemét az esőtől, de a szemek nem figyeltek fel Royce-ra addig, míg már csak néhány lépésnyire járt tőle. Amikor megmoccant, hogy kivonja a kardját, és megsarkantyúzza a lovát, még mindig nem a tolvajra figyelt. Royce-nak jól kellett időzítenie, változtatnia kellett a lendületén, elkapni a lovag lábát, miközben megúszta, hogy félbevágják, vagy elcsúszson a sárban. Mint kiderült, az esés nem kerülhette el. Olyan erős fájdalom hasított belé, hogyha egyszerre több nyillal találják el, akkor sem érzi a különbséget. A szédülés felülkerekedett rajta. Csengést hallott, ami elkezdte elnyomni az eső dübörgésének zaját, és a sötétség ismét megállíthatatlanul közeledett. Elkapta a lovag lábát. A mozdulat nem sikeredett túl tetszetősre, kevésbé hasonlított támadásra, mint inkább arra, mint amikor valaki megpróbál esés közben megkapaszkodni. A másik kezével átvágta a kengyel szíját. Közben a lovat is megkarcolta, és az megugrott. Royce döbbenten vette tudomásul, hogy egy 3/4 tonnás állat ilyen fürgén tud szökelni. Ekkor csúszott el. Éppen fogta Sir Holbin lábfejét, amikor a ló megrándult, és a sár sem használt. Kapaszkodott tovább, miközben elvágódott és azon mesterkedett, hogy lerántsa a lovagot, de túl alacsonyan helyezkedett el. Rossz szögben feküdt hozzá, Alberstont a mászókaromhoz hasonlóan használva felkapaszkodott a lovag oldalán, lyukakat ütve a páncélon. Marra, hogy imádta azt a tört? Sir Holbin ekkora persze már észrevette. Túlzottan rátapadt a lovagra ahhoz, hogy az meglendítesse a kardját, így csak a fegyver markolat gombjával kalapálta a támadót. Felbeverte, aztán arcon, de Royce most már a világért sem eresztette volna el. Tudta, csak annyit kell tennie, hogy kapaszkodik. A lovag jobbkezesnek bizonyult, és Royce a bal oldalán mászott fel. Sir Holbin a kengyelben bízott, hogy megtámassza magát, de az eltűnt. Az a sok fém, a vasból kovácsolt roppant torony elveszítette az alapját és megdőlt. Mindannyian zuhantak. Nem csak a lovag, nem csak Royce, hanem a ló is. Az állat még kétszer ugrott meg, miután Royce megint a fura darazsak zümmögését hallotta, aztán a ló és a fém óriás közel teljes tonnája egyenesen rázuhant. Ellökte magát, amennyire csak tudta, és a ló előrefelé irányuló lendülete segített, hogy másfél lépéssel odébb érjen földet. Ezzel Royce elkerülte a lovagot, de a paripa már túl nagynak bizonyult. A hátsó része a sárba tiporta a tolvaj bal lábát, és megrántotta a csípőjét. Royce felordított, amikor a lába elroppant. A dübörgés a fejében és a csengés a fülében őrjétől lármává fokozódott, mint a világ összes harangja riadót kongatna, és az ő feje lenne a harangjelv. A ló próbált felkászálódni, ezért forgott és rúgkapált, és mind mélyebbre taposta a tolvajt a sárba. Royce! Hallotta Hadrian kiáltását,
és látta, hogy a férfi alakja feléje tart a fél homályból. Még mindig nála volt a hosszú pajzs, csak most öt nyilvessző díszítette. Beleállította az alkalmatosságot a sárba, és megpróbálta kirántani a társát. – A lovag! – kiáltotta Royce. – Halott! – felelt Hadrián, és a sárba vájta a lábát, hogy megtámasztassa magát. Az ajtónál meglátta Tomot a hosszú íjjal a kezében, aki lövőpárbajba keveredett az istállónál álló íjászokkal. – Miért nem kell fel a ló? – Kiszenvedett. Az íjászok borzasztó rosszul céloznak. Royce hagyta, hogy a feje visszahújjon a sárba, ahol az eső teljes erőből verte az arcát. Szükségünk volt arra a lóra. Hadrián a társa hóna alá nyúlt és megrántotta, miközben Royce kicsúszott a ló alól, és érezte, hogy enyhül a nyomás, újabb darazsat hallott, és Hadrián hirtelen megdermett. Tom hangosan káromkodott, és eleresztett egy újabb nyilat, amire válaszként hördülés jött az istálló irányából. Hadrián, aki eddig féltérden állt, most előre esett. Ahogy Royce elkapta, a keze végig súrolta a hátából kiálló nyilvesszőt. Ezzel kilenc, kiáltotta Tom. Hadrián a fejével Royce mellkasán feküdt, sípolva szedte a levegőt, és vért köhögött fel. Hallottad, hogy győztünk? Az eső továbbra sem akart elállni. Ami addig zivatarnak minősült, mostanra özönvízzé lett. Megnyíltak az égcsatornái, és egy egész óceán zúdult le odafentről. Royce semmit sem látott, nem tudott felállni. A lába eltört, és belefúrodott a mocsokba. Hadriannal együtt egy barna tóban pancsoltak, amely a vérükkel keveredve olyan színű lett, mint a tea. A vitéz úgy dőlt neki, mint egy darab nedves rongy. Már nem köhögött, talán már nem is lélegzett, nem tudta megmondani. Hadrián! Royce levegőért kapkodott, és csak vizet nyelt. Küszködve emelte a fejét a pocsolya fölé. A kobakja úgy imbolygott, mint egy törött csukló. Hangos csobbanásokkal mellettük termett Tom és Arthur. Adjatok, morogta Royce. Megpróbált felállni magától, de még felülni sem tudott. A varratok kiszakadtak. Érezte, hogy az oldalán kinyílik a bőr. Többen fognak jönni. Adjatok, vagy tudni fogják, hogy segítettetek. A világ hullámzott előtte. Hadrián feje a mellkasán nyugodott. Ha nem lett volna sár és vér, azt érte volna, hogy csak alszik. Életben van! Kiáltotta túl tollastam az eső zúgását, talán a fiának, talán Royce-nak számba a kielentést. Szerencsére ezek az olcsó jánosok botként és nem vágó élő hegyet használtak. Kihúzta a nyilat. Hadrián meg sem rezdült. Tomnál volt egy rongy, amit betömött Hadrián inge alá. Az zuhatag őrjöngése közepette új zaj ütötte meg a fülüket. Lópaták dobogása. Nem a lovak hátasa volt, az továbbra is az oldalán feküdt a sárban. Sir Holbein úgy látszott belefulladt egy nagy pocsolyába, miután a paripája összenyomta. Lehetséges, hogy már azelőtt sem élt. Royce ugyanis szépen megjuggatta az Alberstonnal a páncélját, és a lovak pocsolyája csak nem ugyanolyan teaszínű színt öltött. A ló, amelyiknek a patadobogását hallották, újonnan érkezett. Erősítés nem tartott sokáig. Ide! Kiáltotta Tom, és kétségbeesés szűrődött ki a hangjából. Okos, öreg Tom, nem is vagy te olyan ostoba, mint gondoltam. Megkaptad, amire vágytál. Hadrián, ezeknek semmi baja sem lesz, és nagyszerű küzdelem volt. Hogy tudtad legyőzni őket egyedül sebesülten? Arkádiusz igazat mondott rólad. Kár, hogy megint nem láttam. De csak azt mondom, ostoba vagy. Ott kellett volna hagynod a toronyban, most valami ivóban lazíthatnál, és nem egy sáros pocsolyában haldokolnál. Royce felnyögött. Érezte, hogy erős kezek emelik fel, egy szekére rakták. Tényleg bíróság elé visznek, de az nevet, aki utoljára nevet, még azelőtt meghalok. Hadriánt mellé fektették, és egy viaszos vásznat dobtak mindkettőjükre. A szakadó eső eltűnt, és csak a kopogás maradt a vászlon, fél méterrel a feje fölött. A zaj összeolvadt a csengéssel és a dobolással, és csak hamar a sötétség elragadta, ami semmiféle kifogást nem fogadott el. Nem mintha Royce tovább küzdött volna ellene. Készen állt a halálra. Tapogatózott, és megtalálta Hadrián karját. Meglapogatta. A vén bolondnak igaza lett, tényleg jó csapatot alkottunk.